A Makói Ne Felejts Népdalkör volt az első fellépő a pénteki Citera és Népdalkör találkozón. A rendezvénynek a Hagymaház adott otthont. A találkozón nem csak a térségi formációk léptek fel, érkeztek Algyőről és Kistelekről is. Ez a Szent András napi megszervezés az elmúlt években Erzsébet napi föllépés volt, és hát mivel most Szent Andrásra esik, hát így gondoltuk, illetve a Hagymaház gondolta, hogy ez most legyen Szent Andrási találkozó. Azokat a csoportokat hívtuk meg részbe, mert mindenki ugye egyszerre nem tud eljönni, mert nagyon sok meghívást kapunk, és azoktól most elnézést kérünk, de legközelebb ők kerülnek sorba. Most föl fognak lépni még rajtunk kívül a kirehegyesiek, Apátfalva, Földeák, Algyő, Kistelek, mindenki saját válogatását hozza el ilyenkor. Hát nyilván, hogy kis csokorba szedik, vagy tájjellegű népdalokat, vagy valamihöz kötik, de általában tájjellegű népdalokat szoktunk előadni, és az csak népdal. A találkozó házigazdája a Makói Ne Felejts Népdalkör volt. Jelenleg 16-an vannak, ebből két fő citerán játszik. Február óta Szirbikné Baranyi Éva énektanár foglalkozik velük. Én úgy érzem, hogy olyan szakszerűen oktatja a népdalokat, hogy az látszik a fejlődésünkön is. Az idén ezzel a föllépéssel az évet bezártuk, mert ugye most már következik az advent, a karácsonyra való felkészülés. Ha esetleg valaki megkér bennünket helybe valamelyik szervezet, akkor ilyenkor karácsonyi népdalokat szoktunk még előadni. De a vidéki föllépéseket már ilyenkor már nem szoktunk kapni, és január viszont a következő év felkészülési ideje, tehát új népdalokat szeretnénk tanulni, hogy a repertoárunkat felújítsuk, ugyanis Erdélybe készülünk, és ide nagyon szép erdélyi dalokat szedett össze az Évike, a Baranyi Éva, és nagyon szeretnénk májusba vagy júniusba Erdélybe kijutni, és ott is erdélyi népdalokkal föllépni. Nagyon, nagyon készülünk, és nagyon várjuk, biztos nagyon jó út lesz.